Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2023-as online nyílt napján. A következő bő 2,5 órában az egyetem mind a 4 karát érintve igyekszünk a legtöbb hasznos információt elmondani a tovább tanulás előtt állók számára. És hogy melyik karokról is lesz szó, államtudományi és nemzetközi tanulmányokkal, hadtudományi és honvédtisztképző kar, víztudományi kar, valamint a rendészettudományi kar és a rendészettudományi karon belül működő katasztrófavédelmi intézetről is szó lesz. Élő műsorunk rektori és rektorhelyettesi interjúval fog kezdődni, ezt követően fogunk rátérni az említett karokra, szintén beszélgetések formájában. Fontos azonban, hogy a beszélgetések között is maradjanak velünk, hiszen itt az egyetemi helyszínek lesznek majd megismerhetőek. A végén pedig kérdések fél órája következik, ezért mindenképpen maradjanak az élőadás végéig, itt akár élőben is feltehetik kérdéseiket, amit azonnal igyekszünk megválaszolni, azonnal kezdünk. Rektor úr, napjainkban a jelenkor kihívásai közepette hogyan fogalmaznám meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetését? Hál' Istennek a küldetésünkön nem kell sokat változtatni. Mi mindig azt ígértük a ide felvételizni szándékozó hallgatóknak, és egyébként az egyetemi polgároknak is, hogy a biztos jövő egyeteme vagyunk. Mi küldetésünk az, hogy ezt a biztos jövőt biztosítsuk mindenki számára, aki hozzánk jön, legyen az hallgató, legyen az oktató vagy kutató. Gyakran hangsúlyozza ezt a korábbi beszélgetései során is láttam, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezők élethivatást választanak. Milyen pozíciót foglal el, és az is ugye egy fontos információ a hallgatók számára, hogy milyen pozíciót foglal el jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyrészt a tudományos teljesítmény, másrészt pedig a hallgatói létszám tekintetében. Valóban életpályát kínálunk az egyenruhás karokon mindenképp. Ott egy életre szóló hivatást és feladatot kapnak a hallgatóink. Ehhez járul az a kiszámítható karrierpálya, ami már az egyetemre történő belépésükkor megkezdődik. Hiszen a korábbioktól eltérően egy teljesen új típusú viszonyrendszerbe kerülnek be mind a rendészeti szakemberek, mind a honvédtiszt jelöltek. Ugyanis nem egyszerűen hallgatók lesznek ők, hanem szolgálati jogviszonyuk is lesz, és nagyon komoly illetményt is kapnak. Ami az egyetem tudományos pozícióját illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy egyedülálló lehetőségekkel bír, hiszen nincs olyan másik magyar egyetem jelenleg Magyarországon, amelynek társadalomtudományi területen saját kutatóintézete lenne. Nekünk saját kutató központunk van, amelyben jelenleg 11 kutatóintézet szerepel. Egyéb vonatkozásban pedig a magyar egyetemek élvonalába tartozunk, minden egyes hazai felmérés ezt bizonyítja. Adódik a kérdés, hogy mi a Ludovika élmény vonzereje, vagy mi adja azt? A Ludovika élmény az egy, az ember minden érzését, gondolkodását, életvitelét meghatározó, nagyon összetett dolog. Főleg a hallgatóknak fontos ez, hogy nem egyszerűen csak tanulnak nálunk, hanem nálunk élnek, nagyon sokan közülük ingyenesen, nagyon jól felszerelt új kollégiumainkban, nálunk élnek, nálunk szórakoznak, és nálunk sportolnak, hiszen egy egészen egyedülálló sport létesítmény, hálózat és komplexum is a rendelkezésükre áll. Ha megengedi, akkor visszacsatolnék egy korábbi gondolatára, ami a karrierépítés lehetőségét vetette fel, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rendszerébe bekerül a hallgató. Mi az, amiben konkrétan az egyetem segítséget tud nyújtani az egyéni karrierutak elindításában, mind a hivatásos, mind a civil karokon? Nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az embernek állása legyen, miután elvégzi az egyetemet, hogy gyakorlati ismeretekre is szert tegyen. És ez a gyakorlati ismeretátadás mind a 4 korunkon egy nagyon-nagyon fontos, kiemelt prioritás. A civil karokon ez leginkább szakmai gyakorlatok keretében történik. Nagyon sok szakunkon kötelező is a szakmai gyakorlat, és a szakmai gyakornoki helyet az egyetem biztosítja a hallgatónak. Például legutoljára a pénzügyminisztériummal írtunk alá
egy erről szóló megállapodást, amelynek értelmében végzős hallgatóink 5 hónapon keresztül fizetés ellenében fognak a pénzügyminisztériumban dolgozni. A minisztériumnak is az elképzelése, és nekünk is, hogy közülük sokan ott az első munkahelyüket meg is találják. A felvételi rendszer csupán az egyik lába a nagy egésznek, ami változni fog. Információim szerint az oktatási rendszer is reformra szorul, vagy talán már ez az oktatási reform el is kezdődött, nyilván követve vagy jól felismerve a különböző generációk eltérő tanulási szokásait. Ez itt az egyetemen hogy csapódik le? Tehát konkrét lépések, döntések tekintetében ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy átalakítjuk az oktatást. Hosszú távon azt szeretnénk, hogy az egyoldalú tudásátadást egyre inkább átvegye egy egyéni tanulást és fejlődést segítő programok, közösségi tanulás, a hollywoodi filmekből ismert ilyen kiscsoportos készülések, nagyon sok projektalapú feladat, a learning by doing elvének a bevezetése, az, hogy nem egyszerűen csak meghallgatják azt, amit a professzor mondja egy előadáson, hanem maguk is alkalmazzák, saját feladatokat oldanak meg projektek keretében. Ez a reform már folyik, elkezdődött, van is olyan alapszakunk, amely ebben a tanévben már így működik. Nagyon-nagyon szeretik a hallgatók, egy nagy élmény nekik, valóban élmény a tanulás. És az eredményeik sem rosszabbak, sőt jobbak, mint a korábbi tanítási módszerekkel. Eddig is nagyon fontos stratégiai cél volt, de a jövőben, itt nyilván a jövő adta kihívásokra is egyfajta reakcióként még hangsúlyosabb lesz a stratégiai törekvések között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi esítése. Az eddig már jól ismerteken túl, ugyancsak ez a kérdésem, hogy milyen új lépéseket, milyen új döntéseket hoz. Nagyon röviden, mivel bővül az egyetem mint formai, mint tartalmi tekintetben az egyetem kínálata, illetve feladatköre. Nemzetközi esítésnek két területe van. Hallgatókat érintő dolgok és a oktatókat érintő dolgok. Ami a hallgatókat érinti, azt mondhatom, hogy nálunk az Erasmus Plus program továbbra is folyik. Továbbra is fogadunk ezen Európai Uniós program keretében hallgatókat külföldről, és a mi hallgatóink is igen nagy számban nagyon izgalmas helyekre mehetnek, akár az Unióba, akár Unión kívüli országokba is. Ez a legfontosabb, hogy továbbra is adott nálunk külföldi tapasztalatszerzés, tanulás lehetősége. A másik, ami itt a hallgatókat érinti ebből a szempontból, az, hogy egyre több külföldi hallgatót szeretnénk csábítani az egyetemre. Most is már 100-ával érkeznek, de azt szeretnénk, hogy még színesebb legyen a kampusz, még inkább meglegyen a lehetősége az a hazai magyar hallgatóknak, hogy akár itt a kampuszon angolul beszéljenek egymással, hiszen egy másik országból érkező társukkal az lesz majd a közös nyelv. Ami pedig az oktatókat érinti, ott új programokat vezettünk be, külföldi vendégoktatókat, vendégkutatókat várunk, 2 nagy erre ajánlott programunk van, a Ludovica Fellowship és a Ludovica Scholars. A Fellowship az egy tipikus, hosszabb oktatási és kutatási lehetőség külföldi tanároknak. Ez azért nagyon jó a hallgatóinknak, mert világszínvonalú oktatókkal találkoznak itt Magyarországon, Budapest szívében, a gyönyörű kampuszunkon. Nem kell a családi büdzsét azzal megterhelni, hogy elmenni külföldre, ahhoz, hogy egy jó külföldi oktatóval tudjak találkozni, beszélni, valami, akár esetleg valami közös szakmai projektbe fogni, mi ide házhoz hozzuk neki ezeket a neves szakembereket. A Ludovica Scholars ugyanerről szól, csak egyhetes, ez nagyon intenzív, az a lényeg, hogy nyilván nagyon sok neves kutató elfoglalt, nem tudja azt megoldani, hogy a anyaegyeteméről vagy külföldi kutatóintézetből egy egész fél évet itt van, de egy héten nagyon szívesen eljönnek hozzánk, találkoznak a hallgatókkal, oktatókkal, és a szakmai együttműködés lehetősége adott.
Ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyrészt azáltal, hogy magába foglalja, és gyakorlatilag talán a közszolgálatiság ebben csúcsosodik ki leginkább a két civil, illetve a két hivatásos kar hallgatóit. Ki így, ki úgy, elmondta már, beszélgettünk ennek részleteiről, szolgálja a hazát, ami ugye egyrészt az egyetem jelszava is, másrészt pedig megtestesíti a közszolgálatiságot. Amellett, hogy a régi Ludovika a történelmi múlttal rendelkező, nagyon komoly és megőrzendő, a jövő számra is megőrzendő és átadandó hagyományok mentén megőrizze a saját stílusjegyeit. Miért fontos, hogy mégis egyfajta modern, akár nemzetközi, közéleti térre is váljon? Mert az egyetem erre is törekszik. Így van. Mi nem csak egy kiváló kutatóhely akarunk lenni, nem csak egy kiváló oktatási intézmény, nem csak egy kiváló egyetem szeretnék lenni, hanem azt szeretnénk, hogy mi részt vegyünk a hazai és a nemzetközi tágabb társadalmi közbeszédben. A mi feladatunk valóban az, hogy az, ami itt megtermelődik, tudás, emberi erőforrás, amiatt mi jobban éljünk 10 év múlva ebben az országban. És a hallgatóknak is csak ezt tudom mondani, a lendő hallgatóinknak is, hogy nincs nemesebb és felemelőbb érzés, mint amikor a saját közösségért dolgozik az ember. Ezt egy nagyvállalatnál, külföldön nem élhetjük át, csak itthon, és az, hogy az ehhez megfelelő nemzetközi színvonalú szaktudást megszerezzük, na ennek a helyszíne a Ludovika. Rektor úr, eredményes munkát kívánok mindehhez, és köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy az a korábbi felvezetőben is elhangzott, mai nyílt napunkat megtiszteli jelenlétével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettese Koller Boglárka is. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és ezúton is köszöntöm a nézőket és a szülőket, hallgatókat. Meg a leendő hallgatókat. Így van, ugye így van. Most nekik mutatjuk be ezt a fantasztikus kínálatot jelen pillanatban a nemzetközi térben. Rektorhelyettes asszony, kezdjük talán azzal, hogy jelenleg a nemzetközi tudományos, illetve felsőoktatási vérkeringésben milyen helyet foglal el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem? A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10 éves építkezése alatt egy nagyon intenzív nemzetköziesítési programot valósított meg. Nagyon intenzíven be vagyunk ágyazva az Európai Uniós kapcsolatrendszerbe, de az Európai Unión kívüli kapcsolataink is jelentősek. Csak hogy egy-két számot is tudjunk említeni, az Erasmus programban több mint 150 partnerünk van, ezen kívül Európán kívüli intézményekkel, bilaterális szerződésekkel és együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk. De tulajdonképpen most már elmondható az, hogy kevés olyan ország van, amire rábökünk a térképre, és oda nem tudunk valamilyen ösztöndíjjal, valamilyen programon keresztül eljutni. Nem csak a hallgatók, az oktatók is, de természetesen most a hallgatók vannak előtérbe. Úgyhogy aki szeretne, az mindenképpen az itt töltött ideje alatt bele tud kalkulálni egy külföldön töltött részképzést. Az Erasmus ennek a fő csapás iránya, de azt is szeretném elmondani, hogy itt is, hogyha ide besétál a kampuszra egy hallgató,
akkor azzal fog találkozni, hogy nem csak magyar szót hall, hanem a kurzusokat, amiket fölvehet, azok ugye angol nyelven is rendelkezésére állnak, mert a teljes angol nyelvű programjaink is futnak, illetve vannak olyan kurzusok, amit angol nyelven is föl lehet venni. És azok a hallgatók, akik külföldről érkeznek hozzánk, más országokból, mert ez egy partnerségi megállapodás az Erasmus partnereinkkel, velük találkozhat az órán is. Tehát ahogy ezt a szakzsargonban mondani szoktuk, nemzetközi esítés nem csak úgy létezik, hogy mi megyünk külföldre és mi látunk világot, hanem ide hoztuk a Ludovika kampuszra a nemzetközi hallgatók és professzorok személyében a külföldi dimenziót is, tehát itt is egy nyüzsgő nemzetközi közegbe érkezhetnek a hallgatók, hogyha minket választanak. És az, hogy mennyire fontos, utalt rá itt egyébként néhány perccel korábban rektor úr is a nyitó interjúban, hogy valahol cél az is, előrendő cél az is, hogy a hallgatók egymás között, akár itt a folyosókon, akár itt ezen a fantasztikus lépcsőn, angolul is beszéljenek. És egy picit itt azért a programokra térjünk is rá, hogy a nemzetközi tanulmányok tekintetében, vagy keretein belül mivel várják a hallgatókat, ugye az Erasmus lehetőségének, a megmaradó lehetőségén túl itt az egyetemen a következő tanévben. Igen, hát aki most fölmegy a felvi ránk vonatkozó részére, ott kiválasztott olyan programokat, alapképzésen is és mesterképzésen is, amely teljes mértékben ugye angol nyelven nyújtjuk, tehát minden egyes kurzust angol nyelven tanítunk. Ezek általában nagyon népszerű szakok, pontosan azért, mert egy versenyképességi pluszt kapnak azok a hallgatók, akik ezeken a szakokon tudnak tanulni. Általában ezek nemzetközi szakok, de azért nem kizárólagosan. Például a víztudományi karnak is van, ugye abban is benne van ugyan a nemzetközi vízdiplomácia, mesterképzési szak, de az egyetemnek az egy fontos középtávú és hosszútávú stratégiája, hogy még több angol nyelvű szakot tudjunk nyújtani a hallgatóknak, tehát most is rendelkezésre áll a nemzetközi igazgatás angol nyelvű alapszak, a nemzetközi tanulmányok angol nyelvű mesterszak, az International Public Service Relations mesterszak, és ez a vízdiplomácia mesterszak angolul. Tehát aki elég elhivatott és ambiciózus, és mindent angolul szeretne tanulni, annak ez rendelkezésére áll. De az sem marad ki ebből az angol nyelvű kurzusoknak az elsajátításából, aki esetleg egy magyar nyelvű szakot választ, viszont úgy dönt, megtetszik neki egy szabadon választható tárgy, vagy egy olyan modul, amit ő szívesen fölvenne angolul, akkor ebbe ő is részt vehet. Tehát az összes hallgatónk, és valamennyi kar, és ezt szeretném hangsúlyozni, mert most itt ülünk az új oktatási épületbe, ami a fő otthon az államtudomány és nemzetközi tanulmányok karnak, illetve a rendészettudományi karnak, de ugyanúgy a víztudományi kar és a hadtudományi kar hallgatói számára is rendelkezésre állnak ezek az angol nyelvű kurzusok. Hogyha már itt a stratégiánál tartunk, tudom, hogy az egyik fontos stratégiai cél a minél magasabb számú külföldi, elsősorban önköltséges hallgatók bevonzása ide az egyetemre. Őket milyen tanulmányi programokkal várják, illetve ezen a téren mi adja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kuriozitását? Hát elég itt körülnézni, tehát hogy valakit, általában nem kell sokat győzködni a nemzetközi hallgatókat, ha egyszer ellátogatnak ide, vagy akár egy professzor ellátogat ide, és viszi haza a jó hírünket, tehát mindenképpen egyedülálló az az infrastruktúra, amivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendelkezik, akár ez a gyönyörű park, a kampusz, a sport lehetőségek, és azért a nemzetközi téren is igyekszünk mentorprogrammal a nemzetközi hallgatókat segíteni, ebbe a hallgatóinkat is bevonjuk, tehát az a lényeg az, hogy a nemzetközi hallgatóink sem egyedül vannak, hanem a magyar hallgatókkal együtt tanulnak a kurzusokon, mert így kialakulhat az a személyes kapcsolat és az interakció közöttük, ami jó a magyar hallgatóknak is, és nekik is nagyon jó, hogy beágyazódnak az egyetemi közösségbe. És hogyha már itt az interaktivitás is szóba került, akkor aki ennek részleteire kíváncsi, és bízom benne, hogy egyre többen vagytok, az keresse fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapját, illetve Facebook oldalát. Kollár Boglárkának köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És hamarosan innen folytatjuk. Dr. Fecser Zsuzsanna vagyok, én is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem, az államtudományi osztatlan mesterképzés első évfolyamos hallgatójaként. Jelenleg a miniszterelnökségen dolgozom kormánytisztviselőként. Ha szeretnél az emberekért dolgozni, a közt szolgálni és vezetői karrierre vágysz, válasz te is az NK-t. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A biztos jövő egyeteme.
És ahogy ígértük, az egyetemi karokkal folytatjuk, elsőként úgymond ebben a sorban az ANTK-val, vagyis az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karral. Tischler Zoltánt köszöntöm, osztályvezető urat, az oktatásszervezési osztálytól. Jó napot kívánok! Szerinte, ön szerint a szakma, vagyis hát úgymond az ANTK legnagyobb erőssége idén mi volna? Az ANTK esetében én a képzési portfóliónkat figyelembe véve alapvetően a széles körben alkalmazható adaptív alapképzéseket emelném ki. Ugye a közigazgatás szervező és nemzetközi igazgatás alapképzéseink futnak, utóbbi már angol nyelven is. Ez mind a két képzésünk esetében arról beszéltünk, hogy egy széles körű tudásanyagot próbálunk adni a hallgatóinknak, amit aztán megfelelőképpen saját érdeklődésük mentén tudnak majd alakítani. És ezekre a széles körű alapképzésekre pedig már specializált mesterképzéseink épülnek. Ennek megfelelően különféle szakterületekben tudnak elmélyedni a hallgatók, hogyha nálunk folytatnák tanulmányaikat, vagy mondjuk máshonnan jönnek hozzánk. Akár a kiberbiztonság területéről beszélhetünk, de fejlesztéspolitikáról, nemzetközi tanulmányokról, kormányzás és vezetés mesterképzésekről. Tehát egy nagyon széles kör van, ahol különböző szakági területekre igyekszünk hallgatókat felkészíteni. És ugye ott van még az államtudományi osztatlan mesterképzésünk is, ami egy 5 éves képzésként, lényegében egy alapképzés és egy mesterképzés tudási anyagát is magába olvasztja. Tehát ezzel a hallgatók egy képzésen belül gyakorlatilag ezen keresztül tudnak menni. És hát, hogyha vonzerőt vagy mondjuk erősséget vizsgálunk meg, akkor az ANTK-n kívül érdemes az egyetem erősségét is megemlíteni, különösképpen ebből a szempontból a DPR, vagyis a diplomás pályakövető rendszer adatai alapján az NKM végzettek bruttó átlagjövedelme a top 15-ben található meg. Mit kell még tudjanak a felvételi előtt álló hallgatóknak, diákoknak egyébként? Mi a legfontosabb, hogyha az ANTK-re akarnak jelentkezni? Mivel legyenek tisztában? Igen, ez mindenképpen egy érdekes adat ebben a tekintetben, mi is próbáljuk monitorozni a hallgatóinkat, hogy egyre jobbak az elhelyezkedési lehetőségeink, egyre jobb nyitó bérrel tudnak akár elindulni a pályáikon, és egyre szélesebb körben. Valamint pályájuk során sok esetben van, hogy szakterületet váltva tudnak fejlődni, és ennek megfelelően tudják alakítani a karrierjüket. Ugye hozzánk történő jelentkezésnél talán, ami tényleg fontosabb, meg kell nézni mindenképpen a felvi.hu meghirdetésében, hogy melyik azok a képzések, ahol emelt szintű érettségünk van előírva, milyen érettségi vizsgatárgyakat kell teljesíteniük a jelentkezőknek, van a nyelvvizsga követelmény egyes alapszakjaink esetében, ugye ilyenek is vannak. Úgyhogy ez mindenképpen érdemes figyelemben tartani. De hogyha valaki a történelmi vagy humán jellegű tantárgyakat szereti, ha a nyelvképzés érdekli és azt szereti, akkor mindenképpen szerintem egy jó irányvonal tudunk lenni a számára. Hol tudnak elhelyezkedni tanulmányaik után a hallgatók? Ugye, ahogy említettem, nagyon széles körűek a képzéseink, ennek köszönhetően szerencsére a hallgatóink elhelyezkedése is nagyon széles körben történik. Alapvetően központi közigazgatásban helyezkednek el a hallgatóink. Itt lényegében már a legfelsőbb szintektől beleértve akár minisztériumi pozíciók betöltéséig, különféle referensi, szakmai előkészítő pozíciókba, de bizonyos speciális háttérintézményekhez is sokan mennek hallgatóink. De aki esetlegesen a helyi vagy regionális közigazgatási szervezetben akarna elhelyezkedni, ott is megtalálja a helyét, akár vármegyei szintű szerveződésekről beszélünk, de akár egészen a községi szintekig lenyúlva közigazgatás szervező irányból meg lehet közelíteni ezt. A felvételivel kapcsolatban leginkább mit tanácsolna a felvétel előtt állóknak, hogyha az ANTK-ra szeretnének jelentkezni, mondjuk az érettségén vagy bármi más területen, mi az, amit meg kell nyomjanak? Hát a hozzánk jelentkezőknél mindenképpen azt javaslom, hogy nézzék meg az összes lehetőséget, amelyet látnak, próbálják megpályázni az összes lehetőséget, amit találnak. Ha megvan, hogy melyik képzés az, ami a legjobban érdekli őket, akkor azt besorolják első helyre, de azon kívül még a többi képzéseinket is megjelölhetik biztonságképpen, hogyha esetlegesen arra lenne szükség. Érettségiknél, meg említettem, mindenképpen talán érdemes lehet a humán jellegű tantárgyak irányába elindulni, mert ez mindenképpen egy segítség tud lenni majd a képzés során. Ugye nagyon sok történelmi alapozó tantárgyal, politikatudományi tárgyal is találkoznak, úgyhogy ez hasznos lehet majd a tanulmányaik során. A karokról szóló beszélgetéseket a mai nap során igyekszünk tényekkel és tévhitekkel lezárni, úgyhogy hoztam is egy kérdést ide is az ANTK-ra vonatkozóan. Államtudományi végzettséggel lehetek-e vezető a közigazgatásban vagy a versenyszférában? Ez hozzánk online platformon keresztül érkezett ez a kérdés.
gyakorlatilag mindkét területen teljesíthet, betölthet akár vezető pozíciót a hallgatón. Ugye elsődlegesen a közigazgatási szektor, államigazgatási szektor számára képzünk hallgatókat, de olyan tudásanyagot próbálunk átadni nekik, ami a vállalati szektorba a közigazgatási szférán kívül is alkalmazható tudásanyagot rejt. Mindez legyen akár nemzetközi kapcsolatok területén, kapcsolattartás módjára vonatkozó ismeretek, különféle skillek fejlesztése. Tehát a képességszintet megadjuk nekik, és igazából jogszabályi gátló tényező sincs ebben a tekintetben, úgyhogy mind a két irányba el tudnak menni a jelentkezőink végzés után. Köszönjük szépen, hogy mindezek információkat elmondta, akik pedig az ANTK-ra szeretnének jelentkezni, és még maradt kérdés, azt nyugodtan tegyék fel a különböző elérhetőségeken keresztül. Azonnal folytatjuk a víztudományi karral. Hamarosan jövünk. Jó, ezt hagyjuk. Jó napot kívánok! Kis Adrien vagyok. Gyerekként mindig is felelős pozícióban képzeltem el magam. Tudtam, hogy ha keményen dolgozom, akkor ezt el is érhetem. Az egyetem elvégzése után egy okmányirodában kezdtem a karrieremet. Referensként. Utána egy minisztériumban kaptam állást. Kérvényeket iktattam, postát érkeztettem, és igen, néha még kávét is főztem. Gyorsan léptem, egyre feljebb, a képzéseknek hála. Osztályvezető helyettes, osztályvezető. Főosztályvezető helyettes, főosztályvezető. Mindez 4,5 év alatt. 30 éves koromra megtanultam franciául is, az angol és a német mellé, és kineveztek helyettes államtitkárnak. 22 csodálatos hónapja képviselem Magyarország érdekeit, itthon és külföldön. Voltak persze nehezebb napok is, megható pillanatokkal. De nekem egy célom volt mindig. Tenni a közjóért. Köszönöm a figyelmet. Van kérdés? Az állam én vagyok. Szeptembertől az NKN. A válaszokat megtalálod a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán. Jelentkezz most! Aszalós Regina vagyok, 2020. júliusában végeztem az NKA közigazgatás szervező szakán. Ezt követően közgazdálkodás közpolitika szakon folytattam tanulmányaimat. Az alapfokú diplomám megszerzését követően a pénzügyminisztériumban dolgoztam egy évet, ezután pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumban helyezkedtem el. Először az innovációért felelős helyettes államtitkári titkárságon, jelenleg pedig ugyanezen a helyettes államtitkárságon stratégiai tanácsadóként dolgozom. Ennek keretében kutatásfejlesztéssel és innovációval kapcsolatos hazai és európai források stratégiai tervezésével és koordinációjával foglalkozom. Ha szeretnél te is hasznos és jól kamatoztatható tudásra szert tenni, akkor válassz te is az NKA-t. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A biztos jövő egyeteme. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia felállításáról az 1808. évi 7. törvénycikkben rendelkezett az országgyűlés. Első Ferenc császár harmadik felesége, Habsburg Estei Mária Ludovika Beatrix a szerveződő intézmény javára ajánlotta fel 50 000 forintos, azaz mai értékben 200-250 millió forintos koronázási ajándékát, így azt az ő tiszteletére nevezték el Ludovika Akadémiának. Ha felnézünk a főépület homlokzatára, látható, annak minden eleme a Ludovika eredeti funkcióját szimbolizálja. Az oszlopfők az épület többi elemihez hasonlóan klasszicista stílusúak, de Marsistent ábrázolják, aki a római mitológiában a harc és a háború védőszentje volt. A homlokzati díszek részletei a felújítás során váltak újra láthatóvá. A beruházás eredményeképpen
A korona visszakerült a timpanonban látható Nagy Magyarország címerre, az MK Honvéd Ludovika Akadémia felirat pedig az eredeti helyére. A Ludovika szárnyépület. A Ludovika Campus beruházás legújabb megvalósításaként 2020 nyarára elkészült az 1886-ban Kauzer József tervei alapján készült egykori Ludovika szárnyépület rekonstrukciója. Amint egy másfél évig tartó felújítás során fontos szempont volt az értékek eredeti állapotának leghűbb megőrzése, hogy a hozzáadott elemek ne változtassanak az épület és az utcakép megjelenésében, hangulatában, ezért csak belső átalakítások történtek. Az épületben közel 100 iroda, 8, 40-50 fős szemináriumi terem, nyelvi laborok és számítógépterem, valamint a ludovikás hagyományokhoz hűen két vívóterem kapott helyet, valamint közösségi tereket és tárgyalókat is használhatnak az egyetemi polgárok. A Ludovika vívóterem. A szárnyépület szomszédságában a Ludovika vívóterem helyezkedik el, mely egykor a Bárka Színház épülete volt. Az épület főként belső munkálatok során részlegesen felújításra került, időnként egyetemi rendezvényeknek, például táncháznak, filmvetítéseknek, koncerteknek ad otthont. Oktatási központ. A több mint 20 ezer négyzetméter összterületű oktatási épület 21 hónap alatt készült el, és közel 4 ezer fő egyidejű befogadására alkalmas. Az épületben egy-egy darab 500 és 300 fős nagy előadó, két darab 140 fős, valamint több kisebb előadó és szemináriumi terem található, továbbá nyelvi és informatikai laborok, valamint olvasóterem. Az épületben számos iroda található, valamint egy 2600 adagos főzőkonyha és büfé is helyet foglal a földszinten. Orci úti kollégium. A 800 fő egyidejű befogadására alkalmas épület 2015-ben készült el. 600 fő a szobákban, 200 fő pedig a közösségi tereken fér el. A két-két fős szobákból álló lakóegységekhez előszoba, zuhanyzós fürdő és WC tartozik. Minden szinten két teakonyha, a földszinten recepció, három darab összenyitható tanterem jellegű multifunkciós terem, aulatér, büfé, valamint mosoda, kerékpártároló és igazgatási irodák találhatók. Thank you.
Sportpark. A nagy közönség számára is nyitott terület Budapest egyik legmodernebb és legújabb ingyenes fitnessparkja, amelyben görhokipálya, időmérésre alkalmas rekordtámburkolatú futópálya, streetball és multifunkciós pályák találhatók. A területen hangsúlyos szerepet kapott a street fitness, a számos elemből álló pályát pedig sorversenyre is alkalmas módon alakították ki. A városi szabadtéri akrobatika szerelmesei vadonatúj parkűrpályán gyakorolhatják biztonságosan kedvenc sportjukat. Mindez nagyméretű mászóvárat, csúszdákat, hintákat és köteles csúszópályát is tartalmazó játszótérrel egészül ki. Ludovika Arena. A 13 méter magas, 50 méter széles és 150 méter hosszú létesítmény küzdőtere alkalmas kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, teremlabdarúgás, asztali tenisz, vívás, torna és különböző küzdősportok, például birkózás, cselgáncs, ökölvívás vagy karate gyakorlására. A berendezést aerobik terem, mászófal, bordásfalak és ereszkedő deszántkötél egészíti ki. A nézőtér több mint 1300 férőhelyen rendelkezik. Az uszodának 200 fős nézőtere van. Egy 25 méteres, 8 sávos, 220 cm vízmélységű sportmedence vízilabdázásra is alkalmas kialakítással, valamint egy 15 méteres, változó mélységű bemelegítő és oktató medence található itt. Tóparti épület. Az egyszintes épület a már ikonikussá vált Csini Baba című filmben szereplő és teljes egészében megújult tópartján helyezkedik el. Az épületben irodák foglalnak helyet. Egyetemi sportpályák. Az egyetem kültéri sportpálya komplexuma rendészeti gyakorlópályát, 6 sávos, 400 méteres rekordtám burkolatú futó és multifunkciós pályát, távol és hármasugró gödröket, valamint két műfüves futszál és 4 salakos teniszpályát foglal magába. Ludovika Lövész Klub. Az épület földszintjén van a fogadó előcsarnok és a recepció. Két egyenként 20 fős öltöző, a felügyeleti irodák és egy oktatásra is alkalmas klubhelyiség. Az emeleten van a két taktikai és szituációs éles lövészetre alkalmas, 25 méteres, 10 állásos többfunkciós lőtér. Rendészeti oktatási épület és kollégium. Az RTK hallgatóit kiszolgáló 600 fős kollégium két-két fős szobákból álló lakóegységekhez előszoba, zuhanyzós fürdő és WC tartozik. Minden szinten két teakonyha, a földszinten pedig recepció, multifunkciós terem, aulatér, büfé, valamint mosoda, az emeleten pedig konditerem található. Az első emeleten egy 37 méter hosszú, 21 tonna súlyú gyalogos híd vezet át a kampusz területre. A színpad technikával támogatott szituációs lövészeti terem, a nyomozati oktatás szituációs helyiségei a gyakorlati képzést szolgálják.
NKE Ludovika Huszár Lovarda. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Huszár Lovardája teljesen egyedülálló módon Budapest szívében, a Ludovika kampuszon várja mindazokat, akik egy valódi történelmi helyszínen szeretnének a lovakkal, a lovas hagyományokkal megismerkedni, a lovaglás szenvedélyének hódolni, vagy egyszerűen csak a szabadban kikapcsolódni. A Ludovika Huszár díszszakasz révén hagyományőrző rendezvényekkel, hétvégi kilovaglásokkal, huszárbajnoksággal, fegyver és ruházati bemutatókkal és különböző lovas rendezvényekkel elevenítjük fel a ludovikás tradíciókat. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a biztos jövő egyeteme. Már is folytatjuk a víztudományi karral, ahonnan köszöntöm dékán urat, Píró Tibort. Jó napot kívánok! Hogyha az imént az ANTK kapcsán az erősségekről vagy kari vonzerőről beszéltünk, akkor folytassuk ugyanezzel a víztudományi karral kapcsolatban is. Mitől különleges, mitől nyújt különlegességet úgymond a VTK a fiatalok számára? A víztudomány önmagában is már egy különlegességnek számít. Ugye a Bajai Képzőhely az mindig arról volt híres, hogy rendkívül gyakorlatorientált. Ugye mérnököket képzünk, 3 alapszakunk van, de mindegyik mérnöki diplomát ad a hozzánk jelentkező hallgatóknak. És hát Baja arról híres, és a mi képzésünk arról híres, hogy nagyon-nagyon sok terepi gyakorlattal, mérnöki gyakorlattal van megfűszerezve, tervezőket, kivitelezőket, üzemeltetőket képzünk, és hát nyilvánvalóan úgy szeretnénk őket kiengedni az egyetem falai közül, hogy azok már a munkavilágában azonnal bevethetők. Lakhatásra milyen alternatívákat tud kínálni az egyetem, illetve hogyan működik a kollégiumba való felvétel? Ebben is nagyon speciálisak vagyunk. Van egy szép nagy kollégiumunk, ami egyébként viszonylag új is, és ez a kampusznak a területén található. És ennek a kollégiumnak a férőhelye, kapacitása lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag minden hallgatót föl tudunk venni. Tehát senki nem kényszerül a városba albéletbe, vagy nem kell neki alternatív szállás lehetőséget keresni, úgyhogy minden elsőst föl tudunk venni, és a teljes képzési időtartam alatt a kollégiumban lakhat. Ugye a közszolgálati ösztöndíj a VTK-s hallgatókat is érinti. Milyen formában mit lehet tudni a részletekről? Hát a közszolgálati ösztöndíj az ugyanaz, mint az összes többi karon, tehát ugyanazokat a feltételeket kell neki majd teljesíteni, és ugyanazokat a vállalásokat. Nekünk e fölött még van egy specialitásunk, ami egy vízügyi ösztöndíjnak neveztünk el, ami egy nyilvánvaló egy havi apanázzsal jár. Építőmérnökök számára van ez a vízügyi ösztöndíj, és persze mellette közszolgálati ösztöndíjasnak kell lenni, tehát a kettő az összefügg, tehát hogy ilyen értelemben egy államinak finanszírozott hallgatónak kell lenni, és ha 4 éven keresztül vállalja azt, hogy a krediteket megfelelő mértékben és időben teljesít, és azt követően a képzési időtartama megegyező időben fog dolgozni a vízügyi ágazatban, akkor bizony havi 120 000 forint ütheti a markát 10 hónapon keresztül, hiszen csak a oktatási időszakra vonatkozik az ösztöndíj folyósítása. Milyen lehetőségek állnak egy friss diplomás előtt, akár továbbtanulás terén? Tudják-e folytatni tanulmányokat ugyanúgy a VTK-n? Igen.
Ugye az építőmérnök képzés az 4 éves. Ezek már elég kész hallgatóknak nevezhetők, és hát bizony az ipar az nagyon gyorsan elkapkodja őket. Az építőmérnököknek lehetőségük van utána majd 1,5 éves infrastruktúra mérnöki MSC-t végezni, illetve a kar keretein belül pedig egy vízdiplomáciai mesterképzésben vehetnek részt, hogyha a műszaki hidrológiai ismereteik mellé vagy a fölé szeretnének el az államigazgatás területén elhelyezkedni, azaz a műszaki tudásukat ötvözhetik egy diplomáciai tudással. Mekkora az elhelyezkedési lehetőség, hogyha mondjuk valaki a tanulmányai után a munkavilágában képzeli el jövőjét? Mennyire ismerik el a VTK-s diplomát, és itt akár gondolhatunk, és hangozon is el egyébként az anyagi vonzata. Van-e valami kutatás vagy eredmény erre vonatkozóan, hogy hogyan is keresnek a VTK-s hallgatók, akik itt végeztek? A víztudományi karnak az a nagy szerencséje, hogy bár most volt 6 éves, tegnap egész pontosan, akkor ünnepeltük a 6. születésnapunkat, de a képzés az 60 éves. 1962-ben kezdődött a felsőoktatás a Bajai Intézményben. És a Bajai vízügyi felsőoktatás az mindig nagyon híres volt. Tehát ma a víziközmű ágazatban, a vízügyi szolgálatban dolgozó mérnököknek 70%-a nagy valószínűséggel Baján szerezte az alapdiplomáját. Éppen emiatt erre a tradícióra építve is mondhatjuk azt, hogy a bajai vízügyi oktatás az mindig nagyon elismert volt. Többfele helyezkedhetnek el a hallgatók. Az alapvető célunk, hogy a vízügyi szolgálat számára biztosítsunk szakember utánpótlást, illetve a víziközmű vállalatokat, működtetők felé bocsássunk ki hallgatókat. De a privát szféra is viszi a hallgatókat. Hát bizony már a diploma megszerzés előtt lekötik ezeket a fiatalokat, és hát a végzéskor, hogy a kezdő fizetésük 5-600 000 forint plusz a szolgálati gépjármű, de ilyenkor elmondom mindig a másik végletet, hogy 31-néhány évesen egy projektmérnök bizony 2 millió forint fölött keres, tehát érdemes építőmérnöknek lenni, környezetmérnöknek lenni, vízüzemeltetési mérnöknek lenni, hiszen a jó mérnököket nagyon megbecsülik. Magyarországon nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztések vannak, és az elkövetkezendő évtizedek is erről fognak szólni. Ezek nem csak vízi létesítmények, közlekedési létesítmények, és ide a jó képzett mérnök mind a tervezési, mind a kivitelezési, mind az üzemeltetési vonalon nagyon nagy szükség van rájuk. Minden beszélgetés tényekkel és tévhitekkel zárunk le. Ezek a kérdések hozzánk érkeztek be online platformokon keresztül, és a VTK-s az egyik kedvencem. Úgy szól, hogy a VTK-n kell tudni úszni. Nem kell tudni úszni. Mentőmellényt kap mindenki, amikor vízre megyünk, hiszen nagyon sok gyakorlatot hajtanak például a Dunán, tehát nagy víziméréseknél, de itt vigyázunk a hallgatóknak a biztonságára, tehát nincsenek ilyen felvételi követelmények, hogy megnézzük, hogy mennyire tud úszni. És nem is képezünk vízirendőröket, mert ez is szokott kérdés lenni, hogy a víztudományi karon biztos a vízirendészet utánpótlását képzik, de ez nem igaz. És hogyha még lesz kérdés, akkor az élőadás utolsó fél órájában fel lehet tenni, és élőben azonnal fogunk rá válaszolni. Bíró Tibor dékán úrnak köszönöm szépen, nézőink pedig maradjanak velünk, azonnal folytatjuk a Hadtudományi és Honvédtisztképzőkarral.
valami nagyon nem oké, kölyök. Köszönjük a bejelentést. Nagyon remélem, hogy még időben érkeztünk. Ezt nem vizsgáljuk a laborban. Merülőfalat fogunk használni. Mi folyik itt? Nem tudom, de elég komoly szennyezésnek tűnik. Ki fogjuk leríteni. Víztiszta. Szeptembertől az NKN. Ha a víz az életed, jelentkezz most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karára. A víztudományi kar jogelődjeinek köszönhetően több mint 50 éves múltra tekint vissza. A bajai vízügyi képzés országos hírű és jelentőségű, az ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa. A víz közelsége különleges élményekkel gazdagítja a hallgatókat. A Duna, annak holtága a Sugovica, valamint a Gemenci erdő olyan csodás környezetbe varázsolja a kampuszon tanulókat, mely emléke évtizedekig elkíséri őket életük során. A bajai kampusz négy főbb épületcsoportból áll. Oktatási épület. Négy darab 100 fős, egy darab 300 fős nagy előadóterem, illetve több, kisebb, modern tan- és szekcióterem található itt. Könyvtár. 159 ezer könyv és dokumentum, hagyományos és elektronikus szolgáltatások, digitális tananyagok, online adatbázis elérések. Kollégium. Zömében a Sugovicára néző szobákban 240 fő részére nyújt kényelmes és korszerű szállást. A Beszédes József Kollégium a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának hallgatói részére biztosít szállás lehetőséget. Kollégiumi elhelyezésre pályázhatnak az egyetemre felvett közszolgálati ösztöndíjas vagy önköltséges nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók, valamint államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók. Víztechnológiai oktatóbázis. Korszerű mérőműszerekkel felszerelt tantermek és laboratóriumok. Mérőtelepek. A víztudományi karhoz tartoznak a Keletmecsekben, Magyaregregyen és a Duna partján Érsekcsanádon található mérőtelepek, amelyek a vízgyűjtőfeltárás és a nagyvízi mérések oktatásának helyszínéül szolgálnak. Lászlófi Voldemár hidrometriai mérőtelep. A mérőtelep Magyaregregy falutól 2 kilométerre, Komlótól 12 kilométerre található a Keletmecsekben, a Völgységi patakba torkolló Várvölgyi patak partján. A telep mellett indul a Várvölgyi földtani tanösvény, és csupán fél órás sétával elérhető innen a Máré vára, valamint a fokozottan védett, gyönyörű, hidas patak völgye. Sportolási lehetőség a kampusz területén és környékén. Kajakozás, kenuzás, sárkányhajózás a Sugovicán. Konditerem a kollégiumban, kerékpáros és gyalogtúrák a Gemenci erdőben, futási lehetőség a vízparton.
Jó reggelt, ébresztő föl! Testnevelő állomány, vigyázz! Irányítálna a futásban, indulj! Egy, kettő, egy, irány utánam! Kettő, egy! Egy, kettő, egy! A hadtudományi és honvédtisztképzőkarral folytatjuk. Köszöntöm Szászi Gábor ezredes urat, oktatási dékán helyettest. Változik-e valami a felvételi követelményrendszerben a honvédtisztképzést érintve 2023-tól? Köszöntök mindenkit. 2023-tól alapvetően a 22 évben alkalmazott felvételi eljárás rendet fogjuk követni. Semmiképpen nem szerettünk volna a felvételi követelményekből engedni, hiszen egy olyan speciális képzésről van szó, ahol akár a nyelvi bemeneti követelmény meghatározó, hiszen tudjuk, hogy jelenleg egy átalakulás van a nyelvi követelményrendszerrel kapcsolatosan, mégis mi minden egyes képzési portfóliumban megkívánjuk tartani a nyelvi képzésnek a súlyát. Ez igaz mind a katonai képzési területünkre, mind pedig ugye a polgári képzési területünkre, hiszen nálunk a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitikai Polgári Szak is megtalálható. Úgyhogy ezek a követelmények ilyen szempontból nem változnak. Egyetlen minimális változás van, hogy a 280 pontos minimumérték az ugye központilag meg lett szüntetve, de mi abban bízunk, hogy ilyen jellegű döntési helyzetben nem jutunk, és jóval 280 pont fölötti belépő ponthatárokat fogunk elérni. Mit lehet elmondani a honvédtiszti hallgatói jogviszony sajátosságairól? Mi az, amivel mindenképpen tisztában kell legyen annak, aki honvédtiszt jelölt szeretne lenni?
Az első legfontosabb dolog, hogy tavaly a honvédek jogállásáról szóló törvény módosult. Ennek a legfontosabb eleme az, hogy aki hozzánk jelentkezik, az most már nem honvéd tisztjelölti jogviszonyba lép be, hanem szerződéses katonaként kezdi meg a tanulmányait a karon. Ez azt jelenti, hogy ő lényegében egy szerződéses állomány jogviszonyban van a magyar honvédséggel, jövedelmet kap, tehát nem ösztöndíjat, mint a más karok hallgatói, hanem jövedelmet. Ez közel 300 ezer forintot jelent már az első éves hallgatónál is, és ahogy halad előre a tanulmányi előmenetelben, ez évente változik, hiszen ehhez tartozik egy rendfokozat is, ugye az első és az hallgató őrmester, majd zászlósként, vagy a negyedévesként hallgató zászlós lesz, és ahhoz tartozó jövedelmeket fog majd kapni. Ez egy nagyon fontos különbség, hiszen ő azt mondhatjuk, hogy azért kapja a jövedelmét, hogy tanuljon, azért a magyar felsőoktatásban elég kevés ilyen jellegű lehetőség van. Szerintem azt nyugodtan kijelenthetjük, de csak is pozitív vonatkozásban, hogy azért a hadtudomány és honvédtisztképzők arra nem a legegyszerűbb bekerülni, hogyha mondjuk az összes egyetemet nézzük. Hol csúsznak el leginkább a felvételizők, mekkora a lemorzsolódási arány? Hát az első legfontosabb dolog, hogy nálunk ugye nem csak a tanulmányi munkát értékeljük, hanem van egy elég összetett felvételi követelményrendszer az alkalmassági követelmények vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy minden jelentkezőnk Kecskeméten át kell, hogy essen egy fizikai, pszichikai és egészségügyi követelményrendszerem. Itt attól függően, hogy milyen szakra jelentkeznek, ugye egyre szigorúbb és szigorúbb követelmények vannak. Vegyük a legösszetettebb, legbonyolultabb szakunkat, ugye az állami légiközlekedési szaknak a pilóta képzése jelentkező. Ők egy több napos szűrésen kell, hogy részt vegyenek Kecskeméten, és olyan magas egészségügyi követelmények és pszichikai követelmények vannak, ami általában azt szoktuk mondani, hogy 100 jelentkezőből, hát 3-4-5, hogyha alkalmas, akkor az már egy jó dolog. Természetesen az összes többi katonai jelentkezőnél ugyanúgy megvannak azok a fizikai, pszichikai és egészségügyi követelmények, csak egy alacsonyabb szinten, viszont a legtöbb problémát ugye néha a fizikai követelmények teljesítése jelenti, tehát ezért szoktuk mindig azt elmondani, hogy a fiatalok már középiskolás korukban tudatosan készüljenek arra, hogy milyen jellegű fizikai követelményeket kell teljesíteni, mert ez problémát jelent a tanulmányi munka során is, hiszen számtalan olyan eset fordul elő, amikor éppen még bekerül a minimális fizikai teljesítménnyel a karra, mert a tanulmány eredménye egyébként megvan hozzá, de közben az itteni magasabb fizikai követelményeket, amelyek ugye abból adódnak, hogy nálunk folyamatosan van testnevelés oktatás, és ehhez tartozóan minden fél évben egy speciális felmérési követelményrendszer van, azt már nem tudja teljesíteni, úgyhogy sokszor a második év végén hát elég magas számba, akár 15-20-30 eset is előfordulhat, amikor a fizikai követelmények teljesítésének hiánya miatt kell megválnunk hallgatótól. A rend és a fegyelem mellett a HHK-s hallgatók is igazából életük egyik legszebb időszakát igyekeznek megélni. Hogyan tudják megtalálni a középutat igazából, vagy az egyensúlyt a kötelezettségek és a hallgatói élet között? Igazából ez egy érdekes helyzet, mert ugye azt látni kell, hogy az, aki hozzánk bevonul, ő alapvetően egy katonai szervezetben éli az életét, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj katonai szervezetében. Tehát azt mondanám, hogy amikor hallgatói létet él, akkor átjön hozzánk, tanul az egyetemen, elvégzi a tanulmányi munkáját, majd ezt követően visszamegy a Zászlóaljhoz, és a délután és az esti időszakot, a hétvégét azt a zászlóalj életébe kell, hogy integrálja, ugye, mint tevékenységi körét. Úgyhogy ez egy picikét nehezíti azt a egyetemi lét megélésének a lehetőségét, amit a civil hallgatók megkapnak, de természetesen minden megtesz annak érdekében, hogy minden olyan egyetemi programon részt vegyenek, amelyet ugye az egyetemi közösség szervez, akár a hallgatói önkormányzat, akár az egyetem központi szervezetei. Így lehetőségük van azért megismerkedni a kar, vagy az egyetem többi karának hallgatóival. Megvannak azok a kapcsolati elemek, amelyek egy picikét mégiscsak egyetemi formává gyúrják az ő katonai létüket, de természetesen ez nem egyenlő azzal, mint hogyha valaki egy államtudományi karra jelentkezik, és ő teljesen egy civil hallgatói létet él meg. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani. A szerződéses jogviszonnyal járó juttatásokról mindenképpen szót kell ejtsünk, hiszen egy elég nagy vonzerő lehet a felvételizők számára. És korábban már említettem, hogy egy diplomás pályakövető rendszer által publikált adatról, de a HHK esetében a katonai vezető alapszakról konkrét számot is tudunk. A végzettek bruttó átlagjövedelme 650 ezer forint. Mekkora vonzerő lehet egyébként így a diákok számára az, hogy a HHK-ra jelentkezzenek?
Én abban reménykedem, hogy a jövedelmi viszonyok ilyen magas szintje azért csáverő. Természetes dolog, hogy ezért többlettevékenység is tartozik a feladatrendszerhez, hiszen a katonai lét az nem azt jelenti, hogy valaki 4 órakor hazamegy és befejezte a munkát, hanem annak függvényében, hogy egy alakulat éppen milyen feladatot vesz részt, milyen feladatban vesz részt, ez lehet akár külföldön is. Gondoljunk csak abba vele, hogyha valaki például koszovói vagy bármilyen nemzetközi műveleti területen eltölt 6 hónapot, ott azért véletlenül sincs arról szó, hogy ő 4 órakor befejezte és hazamegy a családjához. Tehát ezek az extrém kihívások, azok én úgy gondolom, hogy meg is követelik, hogy egy ilyen jellegű bértársuljon ehhez a szakmához. Bízzunk benne, hogy ez a csáverőt is majd bővíteni fogja, és mondom még egyszer, ez azért fontos, hogy ő nem csak mint tiszt fogja ezt a jövedelmet megkapja, hanem már hallgatóként is, ennek persze egy arányos részét, de már a hallgatói létét is úgy éli meg, hogy egy biztos jövedelemmel rendelkezik. Csak egy példát, hogy mondjuk, nagyon sokat beszélgetünk a hallgatókkal, és sokszor felmerül az, hogy hát ő mint hallgató többet keres, mint az ő édesapja vagy édesanyja vidéken, tehát azért ez egy ilyen jellegű vonzerő, és bízunk benne, hogy ennek a jelentkezés adatokban is majd lesz visszatükröződése. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, sok sikert kívánunk mindenkinek, aki a hadtudományi és honvédtiszt képzőkarra szeretne jelentkezni. Azonnal folytatjuk az RTK-val, vagyis a rendészettudományi karra. Másnak mit jelent a szó, hogy haza? Nekem bölcsőm és sírom. Megvédem, akár az életem árán is. Ha kell, vérrel, verítékkel. És nem vagyok egyedül. Ez az én alakulatom. A második családom. Együtt szállunk szembe mindennel, ami veszélyezteti a hazabiztonságát. Szeptembertől az NKN. Csatlakozz az alakulathoz, és tegyél a haza és a jövőd biztonságáért. Jelentkezz most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszt képzőkarára. Budapest központjában az 1-es villamos vonalán közel 16 hektáron helyezkedik el a Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszt képző karának telephelye
évszázados múltra tekint vissza. Eredete nyomait a monarchia korabeli, katonai felhasználásra tervezett épületek őrzik. A Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz ma is a Gróf Pálfi, illetve az egykori Gróf Andrássy laktanyák eredeti épületeit foglalja magába. Az első világháborút követően a trianoni békediktátum hatására átszerveződött a tisztképzés is. A részben a monarchia közös katonai felsőoktatási intézményeiben folyó képzés helyét átvette a teljes egészében nemzeti tisztképzés, amely során a magasabb, vezérkari képzés megszervezésére lépéseket kellett tenni. Ennek a folyamatnak a keretei között alakult meg 1920-ban a Magyar Királyi Honvéd Hadi Akadémia, amely a Gróf Pálfi János laktanyában települt, ahol a képzés a korábbi elvek mentén folyt egészen a II. Világháború végéig. A háborút követően 1947 és 1949 között az intézmény a Honvéd Hadi Akadémia, majd 1950-ben a Honvéd Akadémia nevet vette föl. Jelenleg a történelmi, ma egyes számú épületben helyezkedik el a kari tanulmányi osztály és az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoksága. A épület. A magasabb tisztképzés legfontosabb hazai intézménye 1955-ben vette fel a hadtudós és hadvezér Zrínyi Miklós nevét, így jött létre a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Az ezt követő időszakban a növekvő képzési igény kielégítése érdekében épült meg a 9 emeletes központi épület. Az úgynevezett A épületben található jelenleg a kar vezetése, és ez ad helyet a kar oktatási szervezeti egységei jelentős részének is. Ebben az épületben található a bójai terem, ami elsősorban értekezletek, konferenciák, kari rendezvények helyszíne. 3. épület. A kampuszon zajló sajátos képzést hangsúlyozó haditechnikai eszköz mellett elhaladva ismét a régmúlt tűnik fel. A régi idők hagyományait őrzi a 3. számú épület is, ahol a katonai szaknyelvi képzés központja található. Az épületben 25 nyelvi szaktanterem, 3 megújult szaknyelvi labor, konferenciaterem és szaknyelvi könyvtár segítik a tisztjelöltek nyelvi felkészítését. Ugyancsak itt található a nyelvvizsga központ, így a tisztjelöltek megszerzett ismeretek birtokában hazai pályán tehetik le az oklevél megszerzéséhez nélkülözhetetlen nyelvvizsgát. Vissza a park felé. Kiállított haditechnikai eszközökkel a kampusz egész területén találkozhat a látogató. Ezek az eszközök nem az oktatást szolgálják, de reméljük, hogy felkelti a katonai pálya iránt érdeklődő, leendő hallgatók érdeklődését, akik ellátogatnak az egyetemi nyílt napra. Park, szobrok. 1996-ban a katonai felsőoktatás intézményeinek összevonása során létrejött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, amely ezzel egyben mind a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, mind a Magyar Királyi Honvéd Hadi Akadémia jogutód intézménye lett. A jogelőd intézmények emlékét őrzik a parkban található mellszobrok. Középen látható Zrínyi Miklós, az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, illetve a jelenlegi Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz névadójának szobra. Jobb oldalon láthatjuk az egykori Bójai János katonai műszaki főiskola névadójának szobrát, illetve a Zrínyi szobortól balra a volt Kossuth Lajos katonai főiskola névadójának szobrát. A szoborpark az egykori névadókra történő emlékezésen túl számos kari rendezvény helyszíne. Így többek között minden év február 2-án itt kezdődik a kar napján az az ünnepség, ahol Zrínyi téli hadjáratáról, az Eszéki hadihíd 1664-es fedégetéséről megemlékezünk. Szintén a parkad helyett minden év október 6-án az aradi vértanúkra történő emlékezésnek is. Oktatási épület. A parkot elhagyva a kampusz egyik legfontosabb épületéhez, a legtöbb tantermet és az egyetemi központi könyvtár és levéltár szervezeti egységeként működő hadtudományi és honvédtisztképző kar kari könyvtárát magába foglaló oktatási épülethez érünk.
Az itt található tantermekben folyik az alapozó, speciális technikai feltételeket nem igénylő tantárgyak elsajátítása. Az épület földszintjének és alaksorának mintegy 2350 négyzetméterét a könyvtár foglalja el. A könyvtári dokumentum állomány nagysága 500 ezer darab, melyből 10 ezer darab muzeális értékű. Ebédlő. A kampusz területén önálló konyha és étkezde működik, amely biztosítja napi több mint 1000 fő részére a menürendszerű étkeztetést, de az à la carte rendszerben történő ebédre is lehetőség van. Az étterem előteréből közelíthető meg a kampusz rendezvényközpontja, amely dísztermet, az arcképcsarnokot és a Zrínyi termet foglalja magában. Ezen termek elsősorban a kar eseményeinek, ünnepi rendezvényeinek, konferenciáinak és a doktori védéseknek adnak helyet. 12-es épület. A Honvéd Akadémia telephelyének fontos változása volt a megnövekedett létszám elhelyezésére szolgáló, ma 12. számú épület megépítése 1951-ben. Az épületet 2008-ban felújították és önálló funkciókat magába foglaló részekre osztották. A központi bejárattól balra 2-240 fős nagy előadóterem biztosítja a nagy létszámú összevont előadások megtartását. Az itt található 50-100 fős termek a szakok önálló oktatásának teremték meg a feltételeit. Ahogy az a bejáratnál olvasható, a jobboldali szárnyépületben az MH Ludovika zászlóalj körletei találhatók. A honvéd tisztjelöltek ingyenes kollégiumi elhelyezésre jogosultak, amit a Ludovika zászlóalj biztosít részükre. D épület. A hat tudományi és honvéd tisztképző karon szálló üzemel, amit a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába tartozó a hat tudományi és honvéd tisztképző kar, illetve a Honvédelmi Minisztérium által szervezett tanfolyamon résztvevő hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak, továbbá az intézményközi vagy államközi megállapodások keretében érkező külföldi hallgatók, illetve a Katasztrófa Védelmi Intézet hallgatói vehetnek igénybe. A beiskolázási létszám emelését követően jelenleg a honvéd tisztjelöltek elhelyezésére is lehetőség van a kariszálló épületében. Alakuló tér. Az alakuló tér a katonai élet egyik emblematikus helyszíne. Az alaki és egyéb katonai kiképzési foglalkozások, sorakozók mellett a katonai ünnepségek és természetesen a nyílt napok egyik központi tere. Műhelyek. A katonai alapozó felkészítés mellett kiemelt szerepe van a honvéd tisztjelöltek gyakorlati felkészítésének. Ehhez biztosítják a szükséges technikai feltételeket a szakirány specifikus műhelyek, haditechnikai beállós tantermek, laborok és speciális tantermek, amelyek jelentős része a földszintes épületegyüttesben található. A zárt terekben el nem helyezhető haditechnikai eszközök egy része a műhelyek által körülzárt tanúdvarban, nagyobb részük pedig az ócsai kiképzőbázison található. A katonai nevelés folyamatában a fizikai felkészítés mindig kiemelt szerepet kapott. A honvéd tisztjelöltek részére a kötelező testnevelési foglalkozásokon túl számos sportolási lehetőséget biztosít a kampusz. A régi épületek patinája ezen a területen is nyomon követhető. A monarchia korabeli laktanyák rendelkeztek lovardával, amelyek közül a gróf Andrássy laktanya egyik épülete, sportcsarnok, mely ma a legendás sportlövő olimpiai bajnok Takács Károly nevét viseli. A kampusz területén a hatékony fizikai felkészítést kettő tornacsarnok, katonai közelharc szaktanterem, hallgatói kondicionálóterem, a nemrégen átadott szabadtéri kondicionálótér, a 400 méteres salakos futópálya, a tornakert, a burkolt sportpálya, valamint a gumiborítású teniszpályák biztosítják. Ezek a lehetőségek mind a szervezett, mind a szabadidős sportoláshoz rendelkezésre állnak. A katonai műveletek során megjelenő különleges igénybevételekre készít fel a katonai akadálypálya, ahol mind fizikai, mind pszichikai kihívásokkal szembe kell nézni a tisztjelölteknek.
41-es épület. A sportpálya mellett található a 41-es épület, ami elsősorban speciális képzéseknek ad helyszínt. Az épületben találhatók az informatikai szaktantermek, a gyakorlati felkészítést biztosító speciális katonai infokommunikációs szakkabinetek, laborok, a katonai vezetői felkészítést támogató szimulációs termek és a múltat idéző, kiváló gyűjteménnyel rendelkező híradó múzeum is. A rendészettudományi karral folytatjuk tovább. Hautzinger Zoltán rendőr ezredes urat köszöntöm nálunk, oktatási dékán helyettes, jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Az RTK-n ugye számos rendvédelmi szervhez képeznek tiszteket. Mitől lehet vonzó egy mai fiatal számára ez az irány, ez az életpálya? Az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettem fiatalokkal, pályaorientációs előadások alkalmával, vagy akár az edukáció kiállításon, és én azt tapasztalom, hogy nagyon élénken érdeklődnek a fiatalok a bűnüldözés során. Nagyon komoly az igény is arra, hogy tegyenek valamit a bűnözés ellen. Ennek lehet, hogy nem csak a meg annyi sok szomorú hír az oka, hanem talán az is, hogy filmek, sorozatok sokasága szól a bűnüldözésről, és ez folyamatosan a fiatalok számára vonzóvá
teheti ezt a hivatást. Mennyire változatos egy RTK-s hallgató élete? És itt gondolok az egyes kihívásokra, és milyen kihívásokkal találkozhat akár már az első naptól kezdve a hallgató, aki felvételt nyer? A rendészettudományon karon hallgatónak lenni az egyszerre jelenti azt, hogy bizonyos rendben kell tudni élni, illetve jelenti azt is, hogy a hagyományos egyetemi élettől sincsenek távol. Ez önmagában már változatos. Meg kell felelni egyfajta rendnek, a hallgatói tagozat által meghatározott rendnek, mikor kelnek fel, rendben kell tartani a szobát, meg kell jelenni a különböző foglalkozásokon. Maguk a foglalkozások is egyébként változatosak, de emellett természetesen a hallgatók számára nyitva áll az a lehetőség, hogy egy nyitott kampuszon kell ilyen rendben élni. A foglalkozások tekintetében pedig a gyakorlatorientált képzés az egyik legfontosabb súlypont a képzés során. Ezekre a feladatokra hogyan készítik fel egy kicsikét konkrétabban a hallgatókat, például a kriminalisztika is hasonló izgalmas terület terén? Természetesen a kriminalisztika az a bűnüldözés tudományát jelenti, hogyan kell egy bűneset helyszínén, a helyszíni szemlét, a helyszínelést lefolytatni, hogyan kell mondjuk egy házkutatást végrehajtani, hogyan kell kommunikálni adott esetben tanúval, sértettel, olyan szereplőkkel, akik a bűnesetekről többletinformációval rendelkeznek. Ezekre meg kell tanítanunk a hallgatókat, meg kell tanítanunk arra is őket, hogy különböző szakrendészeti helyszíneken, szakrendészeti helyzetekben hogyan reagáljanak. Tehát egyrészt mind a rendőri hagyományos kompetenciákat el kell a hallgatóknak sajátítani a rendészet terén, másrészt pedig szakirányuktól függően az adott szakmai feladatokat is el kell sajátítaniuk. Tehát nem csak a kriminalisztikáról beszélünk ebben az esetben, beszélünk rendőri intézkedés taktikáról, vagy a rendvédelmi hivatás rendeknek megfelelően különböző szakmai ismeretekről, hiszen nem csak rendőrtisztképzésről szól a rendészettudományi kar, hanem a katasztrófavédelem, a büntetésvégrehajtás, a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára is képzünk tiszteket. Átvettük azokat a dolgokat, ugye, amelyeket elvárnak egy hallgatóktól, vagy egy hallgatótól, de mi az, amit tudnak cserébe adni számukra? Talán a legfontosabb az, hogy biztos jövőt és egy biztos hivatást nyújtunk a hallgatók számára. Az oklevél megszerzését követően hallgatóink többnyire tiszti rendfokozattal tudnak elhelyezkedni rendvédelmi szerveknél, és merem mondani, főleg az utóbbi évek döntései értelmében, hogy versenyképes jövedelemmel. Emellett, ha már versenyképes jövedelemről volt szó, akkor azt is tudom mondani, hogy maga a hallgatói díjazás is rendkívül versenyképes, hiszen aki tisztelőti jogállásban hallgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának, az megközelítőleg nettó 300 ezer forint illetményben részesül. A mai világban emellett nagyon fontos, hogy milyen más módon tudjuk támogatni a hallgatóinkat, és mind az elhelyezés, a kollégiumi elhelyezés, mind pedig a napi étkeztetésnek a biztosítása is számukra térítésmentesen történik az első évben, de a felsőbb évek során is komolyan támogatja a kar, akár a kollégiumi díjnak egy bizonyos részét, akár pedig szintén a napi ellátásnak a biztosítását. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon vonzóvá tudják tenni, mind amellett a bűnözési szándék mellett, amelyeket látunk a fiatalok esetében, a rendészeti pályát. Igen, összességében magával a felvételivel kapcsolatban mit tanácsolna a felvételizőknek? Mit tartsanak szem előtt? Abban az esetben, hogyha a rendészettudományi kar hallgatói szeretnének lenni, akkor a legfontosabb az, hogy szinte valamennyi szakirányt jelöljék be a felvételi űrlapon. Nagyon fontos arra figyelemmel lenniük a leendő felvételizőknek, hogy mely képzések azok, amelyeket választhatják, mert vannak olyan képzések, amelyeket kívülről érettségi megszerzését követően nem tudnak választani a fiatalok. Ezekre mindenképpen célszerű figyelemmel lenni, mert elutasítjuk a felvételit ebben az esetben. De nagyon sok az érettségivel rendelkező fiatalok számára az a kínálat, ami a rendészeti pályát mutatja a részükre. Az is nagyon-nagyon fontos az ő esetükben, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy emelt szintű érettségi a felvételi egyik követelménye, illetve még megkívánjuk bemeneti követelményként a középfokú nyelvvizsgát is, ami a legfontosabb, tájékozódjanak a rendészettudományi kar honlapján
olvasható felvételi információkról, egy nagyon színvonalas és nagyon informatív felvételi honlapja van a karunknak. A maradék pár percben egy beérkezett üzenetet válaszolnánk meg. A kérdés úgy szól, hogy tényleg kevés a szabadidő az RTK-n? Álláspontom szerint a hallgatók számára egy jól meghatározott napirend van, és ez a fajta napirend elfoglalja a hallgatókat a nap jelentős részében, reggeltől délutánig. De ez nem minden nap történik így. Van szabadideje a hallgatóiknak, sőt arra is van lehetőségük a hallgatóknak, hogy az egyetem által kínált különböző nagyon színvonalas szabadidős programokban részt vegyenek, sportolni is van lehetőségük. Rettentő büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik legtehetségesebb élsportolója, Gulyás Michel, a rendészettudományi kar hallgatója, hogyha egy élsportoló az olimpiára fel tud készülni egyetemi hallgatói tanulmányai alatt, akkor gondolom mindenki más is megtalálja azt az elfoglaltságot, amivel a szabadidejét el tudja tölteni. Nagyon szépen köszönjük mindezeket. A nézőket pedig arra kérem, hogy ne menjenek sehova, különösen azok ne, akiket még érdekel a rendészettudományi kar, hiszen a Katasztrófa Védelmi Intézettel folytatjuk azonnal. Törvény nevében. Szeptembertől az NKN. Téged is érdekel a rendvédelem? Akkor jelentkezz most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára. Viszket Georgina, tűzoltó főhadnagy vagyok. Én is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jártam. Ma katasztrófavédelmi megbízottként dolgozom a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, ahol főként polgári védelmi feladatokat végzek. Választ te is az NK-et, a biztos jövőre és vezetői karrierre vágysz.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A biztos jövő egyeteme. A Katasztrófa Védelmi Intézettel kapcsolatban egy viszonylag új alapszakot szeretnénk bemutatni nézőinknek. Ercés Gergőt köszöntöm, tűzoltó őrnagy urat, a Tűzvédelmi Mérnöki Tanszék megbízott tanszékvezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye a 2022-2023-as tanévben indult el a Tűzvédelmi Mérnöki Alapszak. Egész pontosan mit kell tudjunk erről? Ez a Tűzvédelmi Mérnöki Alapszak, ez idén ősszel indult el ismét tulajdonképpen. A gyökerei azok az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor a tűzvédelmi mérnök alapképzés elindul Magyarországon. Ez egy szoros együttműködésben indult annak idején az akkori hivatásos tűzvédelmi szervekkel, és tulajdonképpen a belügyminisztérium tudatosságok országos parancsnokságának a szakirányítása mellett azzal közösen történt a képzés. Ez egy nagyon sikeres képzés lett rövid időn belül, és tulajdonképpen ma is az állományban dolgozó, a civil szférában dolgozó szakembereknek egy jelentős része még ezt a képzést végezte el. Aztán ez a képzés, ez az idők során szétvált a hivatásos tűzvédelmi szervektől, önálló civil mérnökképzésként folytatta az útját, majd a 2000-es évek során tulajdonképpen szépen először a nappali képzés, majd pedig a levelező képzés is megszűnt, és tűzvédelmi szakmérnök képzés formájában lehetett posztgraduális képzés keretében tűzvédelmi mérnökké válni. Mi ezt az űrt szerettük volna betölteni, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a Katasztrófavédelmi Intézetben így idén elindulhatott újra ez a tűzvédelmi mérnök képzés, amely tulajdonképpen ismét ezekhez a régi gyökerekhez nyúlt vissza. Azért akkor lehetett tapasztalatokra támaszkodni. Milyen céllal indult úgymond újra? Igen, rengeteg tapasztalat, tehát tulajdonképpen ez a 40 éves múlt és háttér, amely eddig rendelkezésre áll, ez nem veszett el természetesen, erre építjük ezt a képzésünket. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy most is a gyökerekhez való viszonyulás tekintetében ez ismét most a hivatásos tűzvédelmi szervekkel közösen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófai Főigazgatóság szakmai támogatásával indult ez a képzésünk itt az RTK-n, és az a célja, hogy olyan tűzvédelmi mérnököket képezzünk ismét alapszakon, tehát itt újra a BSC képzésben történik majd a képzés, illetve folyik már, és ebben az évben, a következő tanévre ismét szeretnénk meghirdetni ezt a képzést, ahol a tűzvédelmi mérnökök azok teljes spektrummal lefedik tulajdonképpen mindazt, amelyet az országunk tűzbiztonságával szeretnénk, illetve kell is elérnünk. Tehát a civil szférába képezzük elsősorban a szakembereinket, tűzvédelmi tervezés területére, a tűzvédelmi kivitelezések területére, a használati tűzvédelmi területére, de emellett természetesen a hivatásos állomány számára is képzünk tűzvédelmi mérnököket. Számukra is van lehetőség itt továbbképzésen és BSC diplomát szerezni tűzvédelmi mérnökként, illetve azon civil hallgatók is, akik szeretnének felszerelni, ők a civil munka mellett így is tudják szolgálni a hazájuk tűzvédelmét. Hogyan néz ki a gyakorlati oktatás része? Bizonyára izgalmas terület. Igen, ez egy nagyon izgalmas terület. Nagyon szerteágazóan áll össze maga az oktatási terület. Olyan szempontból, már említettem, hogy speciális, hogy egy közös a Belügyminisztérium Országos Katasztrófai Főigazgatósággal és az ő szakmai támogatásuk mellett, de emellett az egyetemnek mindegyik kara támogatja ezt a képzést, ez olyan értelemben, hogy valamennyi kar oktatója, valamennyi karról oktatók vesznek részt ebben a képzésben, tehát nagyon-nagyon széles, mert egy óriási tudásbázis az, amely fölhalmozódik ennek a képzésnek a keretében, illetve emellett még egy specialitás, hogy egy együttműködési szerződést kötött az egyetem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, ahonnan szintén mérnök tanárok, mérnök oktatók vesztek részt a képzésben, illetve használni tudjuk a mérnök képzéshez speciális laborokat a Műszaki Egyetemen. Felvételi eljárással kapcsolatban mit érdemes tudni? A felvételi eljárással kapcsolatban azt érdemes tudni, ugye, hogy most maga a képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem struktúrájában, a rendészettudományi kar alatt található, tehát a felvi.hu-n így is lehet elérni magát a tűzvédelmi mérnök képzést. Ez egy 8 fél évig tartott, egy klasszikus mérnök képzésről tudunk beszélni alapszakon, 8 fél évig tartó magyar nyelvű képzés, amelybe várjuk szeretettel mindazon mérnök aspiránsokat, akik szeretnék magukat mérnökként megpróbálni, és szeretnék mérnökként a hazánk tűzbiztonságát szolgálni.
Így van, szurkolunk és sok sikert kívánunk mindenkinek, önnek pedig köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket az információkat is. Hogyha a tűzvédelmi mérnöki alapszakkal kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban még maradt kérdés, akkor ne menjenek sehova, mert pár perc múlva kezdődnek a kérdések és válaszok fél órája. Itt leszünk, és élőben azonnal megválaszoljuk a kérdéseket, amelyek érkeznek hozzánk. Hamarosan folytatjuk. Sziasztok, Alexi Dani vagyok. Szeretném megmutatni nektek a sportolási lehetőséget az egyetemen. Tartsatok velem, fedezzük fel együtt az NK-t! Ha jó az idő, én mindig kijövök a sportparkba, szerintem ez egy elég epik hely. Itt tudtok körhokizni, focizni vagy pedig futni. Kosárcsapatunk is van, nézzétek csak! Jól néz ki, nem? Ide majd később visszatérünk. Amúgy én is a rendészettudományi karon tanulok, vám is pénzügyőrként. Itt is, mint minden szakirányon, nagyon fontos a fizikai erőlét. Én inkább erre voksolok. Mire a képzés véget ért, mi is ninja-val válunk. Az Orci Park felújításának köszönhetően a régi lovarda is új kősöt kapott. Vagyunk a rendészeti oktatási épületben, amelyhez egy kollégium is tartozik. Többek közt én is itt lakom. Egyelőre itt osztogatok csak autogramokat. Kigyúrtad magad, menj át az arénába és nézd meg egy kosármeccset.
a csarnok szuper kosármeccsek helyszíne. De idén a gólyabál is itt lesz, ahogy az egyetemi ünnepségek egy része is. Ez a hely a legjobb a szurkolásra. A csarnoktól csak egy karnyújtásnyira van az úszoda. Inkább maradok két kézzel a földön. Ennyit mára. Ne felejts el feliratkozni az NK YouTube csatornájára, hogy értesülj a legújabb videóinkról. Legyél te is NK-s! Ahol átölel a nyugalom.
Bízom benne, hogy az elmúlt percekben mindenki össze tudta gyűjteni kérdéseit, melyeket várunk, akár komment formájában is, és azért azt is remélem, hogy közben egyet-kettőt már meg is tudunk válaszolni. Paplogó Editet köszöntöm itt a kis kitelepült stúdiónkban, az Oktatási és Tanulmányi Iroda irodavezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük is az első kérdéssel, ami beérkezett hozzánk. Katonai vezető szakon kizáró ok-e a szemüveg? Sajnos igen. Ott ezt nagyon szigorúan nézik, úgyhogy aki most jelenleg szemüveges, az nagy valószínűséggel alkalmatlan minősítést fog kapni majd az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Hát bízunk benne, hogy majd valamilyen formában meg tudja oldani ezt, tehát akkor nem pozitívan kezdődik a kérdésünk, de hát, ha majd a következő orosz nyelv tanulására van-e lehetőség az egyetemen? Igen, van, szerencsésen van, széles repertoár, nyelvi repertoárja van az egyetemnek, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezek a nyelvek, amik kicsit kuriózumok, azok megfelelő számú jelentkező esetén indulnak csak el. Hat táp specializáció után milyen alakulatoknál kaphat beosztást a végzett hallgató? Neki, hogyha ő ezt a specializációt választja és ilyen szakon végez, akkor neki nagyon nagy szerencséje van, mert bárhol. Ugyanis pont a hattápos az, ami minden alakulatnál van, és szükség is van rá. Klasszikus kérdés, felvételi követelménye a nyelvvizsga? Jelenleg még igen, ugye nem minden szakunkon, de a katonai szakokon, a rendészeti szakokon, az államtudományi és nemzetközi tanulmányok karon, a nemzetközi igazgatási szakon, és ugye a hadtudomány és honvédtiszt képző karon a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon is. Az RTK bűnügyi igazgatási, bűnügyi nyomozó szakról lenne pár kérdésem, szól az üzenet. A szakra csak hivatásos rendőri állományból lehet jelentkezni, vagy civil személyként is lehet? Oda, hogyha ez a 3 éves képzés, bűnügyi igazgatási szak, akkor oda csak hivatásos jöhet. Továbbá az RTK-nál is kötelező a bentlakás és a fizetés? Fizetést kapnak ők is, ugye ők is tisztjelölti jogviszonyban vannak a hallgatók fizetésért. A bentlakás az az alapfelkészítés és az első évfolyam alatt kötelező, utána már nem. Hogyan működik az RTK-n a levelező szakirány? Gondolom itt a bejárások gyakoriságára gondoltak. Hát hogyha arra, akkor ugye ez annyival más... Elsőként mindig arra gondolnak. Az annyival másabb egy normál levelező képzéstől, hogy ugye más esetekben hétvégi képzések vannak, tehát péntek-szombaton vannak a levelező munkarendű képzések. A rendészettudományi karon ez hetes összevonásokban van, tehát ők hétfőtől péntekig egy egész héten keresztül itt vannak, és általában azért ez minden hónapban egy hetes elfoglaltságot jelent. Ha piercingen van, mikor érdemes már kiszedni, és fülből ki kell-e? Nem gyakori, de fontos kérdés. Hát mi azt beszéltük, hogy akkor mindenképpen, ha felvételt nyer, és mondjuk olyan képzése jön itt, akkor én azért a katonákra és a rendőrökre gondolok, ahol alapfelkészítés van, mert azért az alapfelkészítésen ez már egy balesetveszélyes helyzetet is tud okozni. Hát azért a fül, hogyha nem olyan nagyon nagy, ott azért fülbevalóval lehet piercing, nem tudom leképezni, hogy mire gondolhatod, ott azért inkább el tudom ezt fogadni, hogy ott bent maradhat, de ő dönti el, hogy mennyire érzi esetleg annak, hogy balesetveszélynek tudja kitenni magát azzal, hogy beleakad valamibe, úgyhogy jobb, ha nincs. Mekkora eséllyel kaphatnak kollégiumot a felvételiző diákok az ANTK kollégiumába? Hát azért a jelentkezők, tehát hogyha bekerülnek, akkor egy ilyen 80-90%-os arányban a kollégiumba elhelyezést kaphatnak. Szükséges felsőfokú nyelvvizsga a nemzetközi tanulmányok és nemzetközi biztonság és védelempolitika mesterszak elvégzéséhez? Jelenleg még igen. Jelenleg még igen. A 2024-es felvételi rendszer szerint milyen főbb újítások várhatók az egyetemre való bejutáshoz? Nem tudom, hogy ezek az információk még vagy már ismertek-e? Ezek már ismertek, mert ugye az az elvárás, hogy az érettségizőknek, a jövendőbeli felvételizőknek ugye 2 évvel korábban meg kell adni azokat a követelményeket, amivel ők be tudnak kerülni a felvételi, tehát az egyetemekre. Ugye 24-re vonatkozóan ezt meg kellett adnunk. Hát elég jelentős változások
lesznek a felvételi eljárásba, de ezek mind pozitív változások is, ugyanis azok bővülnek azoknak a tantárgyaknak a körei, amiből ugye érettségi pontot számolunk, vagy esetlegesen a felvételihez szükséges plusz pontot számoljuk. Kikerül a rendszerből, ami eddig plusz pontként jelent meg, az most intézményi pontként fog megjelenni, ez a plusz 100 pont, és ezt minden intézmény szakra lebontva határozza meg, hogy miért ad plusz pontot. Ugye azok, amiket eddig nagyjából kaptak, hogy nyelvvizsga, emelt szintű érettség, ezt mi is megkapjuk, de azért egy bővített lista van. Ezekről amúgy a felvi.hu-n mindenhol tudnak tájékozódni, mert ott megtalálják ezeket az adatokat. Jó látni egyébként, hogy várta mindenki ezt az időszakot, mert folyamatosan érkeznek a kérdések. Van lehetőség a szakok közti átjárhatóságra az RTK-n? Hát ugye az RTK-nál azt fontos kihangsúlyozni, hogy ugye szakok, de azon belül szakirányok vannak, és a jelentkezők szakirányokra jelentkeznek, tehát azért az sem mindegy, hogy milyen szakirányra jelentkezett, és hogyha melyikre akar átmenni. Elméletben van lehetőség, ehhez viszont ugye azért be kell szerezni attól a szervtől az engedélyt, akivel szerződést kötött akkor már a hallgató. A kibernyomozó szakon mennyire komoly az info? Gondolom ugye az informatika. Van-e programozás? Nincsen. Tehát itt mi nem informatikai képzést folytatunk a kibernyomozó szakirányon, itt mi igazság szerint az elméleti alapokat adjuk meg a hallgatóknak, és arra tanítjuk meg őket, hogy mondjuk egy a kibertérben elkövetett bűncselekményeket hogyan kell nyomozni, és nem programozni, és nem informatikai alapismereteket tanulnak, úgynevezett robotzsarut tanulnak, de más egyéb informatikai tantárgyuk nincsen. Az elmúlt beszélgetésünk során ugye a rendészettudományi kar tekintetében a Hautzinger Zoltán rendőrezredes úr kitért a versenysportolókra, de lehet, hogy lemaradt róla valaki. Érkezett egy olyan kérdés, hogy hivatásos sportolóknak mennyire jó választás az NKE? Bizonyos képzések esetében én azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Ugye eleve van egy sportösztöndíjas pályázati lehetőség, ami az alapképzési szakokra jelentkezőknek ad lehetőséget arra, hogy 500 ponttal, hogyha megfelelnek minden követelménynek, 500 ponttal bekerüljenek az egyetemre, azért ez nem egy rossz. Viszont azt azért tudomásul kell venni, hogy a katonai képzések esetében a katonai szigor és az a fajta, ugye a Ludovika zászlóalj kötelékében teljesítenek ott a hallgatók szolgálatot, ott azért egy kicsit nehezített pálya, tehát ott nem annyira tudják támogatni a versenysportot. Rendészettudományi karon, ahogy ezredes úr is említette, azért támogatják, ott van is lehetőség. A civil képzéseinknél pedig minden további nélkül. Ez egy nagyon jó lehetőség, kedvezményes tanulmányi rendet kaphat a hallgató, biztosítjuk neki a sportolási, versenyzési lehetőséget, és azért még itt az egyetem sportlétesítményeit is tudják használni. Az RTK-hoz szükséges pszichológiai beszélgetés mit tartalmaz? Hát intelligencia tesztet kell kitölteniük, egy ilyen érzelmi intelligenciára vonatkozó tesztet, stressztűrő képességet vizsgálnak, és végül is pszichológusok beszélgetnek utána a jelentkezőkkel el, amikor kiértékelik ezeket a teszteket. Ha én tartalékos vagyok és felvételt nyerek a HHK-ra, akkor meg kell szüntetnem a szerződésem, vagy ez automatikus? Hát szerintem nem automatikusan szűnik meg, hanem itt azért neki is ezeket a lépéseket meg kell tennie, mert ugye ott ő tisztjelölti jogviszonyba fog kerülni, hogyha felvételt nyer, és azért az már a kettő nem működik együtt. A KVI-n végzett női tisztek milyen kompetenciákkal rendelkeznek, illetve milyen előrelépési lehetőségük van? Nem tudom, hogy nőtől vagy férfitől érkezett a kérdés. Hát ezt én se. Mivel ugyanazt, nem is ezt kell kitaláljuk. Mivel ugyanazt tanulják, mint a férfiak. Így ugyanazokkal a kompetenciákkal rendelkeznek, tehát semmiféle fajta különbséget nem tesznek a képzéseinkben a nők és a férfiak között. A nemzetbiztonsági átvilágításon a felvételinél milyen szempontok alapján járnak el? Hát itt nem tudom, hogy ez mit ért a kérdező, de azt kell, hogy mondjam, hogy tehát ki kell, hogy töltsön egy nyilatkozatot,
és ott is lesz egy beszélgetés, és ugye azért azt tudni kell, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre csak büntetlen előéletűek nyerhetnek felvételt, tehát gondolom, hogy ezt is megnézik. Ötödik tantárnak mit fogad el az egyetem a felvételinél? Nagyon sokat, ezt most nem tudom felsorolni, mert rengeteg tárgyat elfogadunk, de ugye megvan határozva, az alapok azok mindenhol, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, és szakonként lebontva van az, hogy még milyen, tehát katonai alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, bizonyos képzések esetében elfogadjuk az idegen nyelvet, a testnevelést, azt hiszem pont katasztrófavédelmi szakon, földrajz, kémia, ilyenek, tehát ez a felvét.hu-n fönt van pontosan, hogy mik ez a tárgyak, de elég széles a paletta szerencsére. Az osztatlan államtudományi szakon kötelező-e a nyelvvizsga? Bemenetként? Ez jó kérdés. Jó kérdés. Gondolom, mert bemenetként nem. Bemenetként nem. Kollégiumban bentlakás esetén milyen korlátozások vannak kiárást illetően? Hát itt ezt ugye a civil kollégiumban semmilyen korlátozás nincsen. A rendészettudományi karon, karkollégiumában az első évfolyamon van az, hogy ott azért 10 óráig vissza kell érni, utána már felsőbb évfolyamoknál ilyen korlátozás nincsen. A hadtudományi és honvédtisztképző karon van ilyen korlátozás, ott viszont ténylegesen van korlátozás, és ott is évfolyamonként eltérő időpontokra kell visszaérniük a hallgatóknak. Itt a kérdező lehet, hogy már számít a válaszra, mert úgy tette fel a kérdését, hogy tényleg kizáró ok, hogyha 155 cm-nél alacsonyabbak vagyunk? Sajnos igen. Úgyhogy ő szerintem megnézhette a tájékoztatót. Ugye RTK nyomozó szakirány, ez igen. Fontos. Igen, azért szerintem megnézhette akkor, ha ennyire pontosan tudott kérdezni. Eltalált a pont. Igen, az sajnos, az pont a 155 cm az a határ. Azért még nézzen szét a lehetőségek között, hát ha talál mondjuk az ANTK-n egy szimpatikus szakrend vagy alapképzést. A felvi.hu-n milyen néven szerepel az altiszti szak? Semmilyen, mert mi nem folytatunk altiszti képzést. Azért, mert mi nem folytatunk altiszti képzést, ez Szentendre folytatja, ugye azért mi felsőoktatási intézményként tisztképzést folytatunk. És egy tanártól is érkezett kérdés. Kettő tanítványom 2024-ben érettségizik, tehát egy év múlva, és orosz nyelvet tanulnak második nyelvként a gimnáziumban. Azt szeretném kérdezni, hogy az orosz nyelvtudást értékelik-e a HHK-n, mert úgy láttam, hogy csak a német, angol és stb. Nyelvvizsga számít. Kötelező-e, hogy már a felvételi beadásakor legyen egy B2-es szintű komplex nyelvvizsgájuk? Kezdem az egyszerűbbel. Nem kell a felvételi beadásakor, hogy már megjelen legyen a nyelvvizsga, az végül is a felvételi időpontjáig kell, hogy meglegyen. Megvan határozva, hogy meddig lehet pótolni azokat a hiányzó előtt, tehát még meg nem szerzett adatokat, amiket a jelentkezés időpontjáig nem szerez meg. 24-ben ez nem tudom, hogy mikorra fog esni. A katonai képzések esetében igen, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy angol, német és francia bemenetet fogadnak el, és az állami légiközlekedési szakon pedig csak az angolt, mert a katonai képzéseken és magában a katonai világban is az angol az elfogadott nyelv. Úgyhogy, de mivel ők második nyelvként tanulnak, azért nem tudom, mi az első nyelv. Mert azt írta az érdeklődő, úgyhogy még hogyha az angol, akkor nyert ügyük van. És orosz nyelvet tanulnak második nyelvként a gimnáziumban, lehet, hogy az abból jobban állnak, vagy nem lehet. Tudom, miért összpontosít a kérdés erre, de hát, ha szerencséjük van az első nyelvvel, akkor azt kell megnyomni, így azt mondjuk. Az lenne a kérdésem, hogy az, aki az államtudományi képzésre szeretne jelentkezni, annak az érettségi előtti alkalmassági beszélgetésnél mire kell számítania? Ugye az államtudományi osztatlan mesterképzési szak esetében van egy pályaalkalmassági orientációs beszélgetés, ahol egy bizottság a jelentkezők alkalmasságát és ilyen végül is általános ismereteit térképezi föl. Nem, ugye ebbe csak az a lényeg, hogy itt alkalmas vagy nem alkalmas minősítést szerezhet a jelentkező, és hogyha netán nem alkalmas minősítést szerez, akkor viszont továbbiakban nem vehet már részt a felvételi eljárásban. Tehát ez egy célszerű egy kicsit szétnézni és felkészülni, hogy miért akar ő ide jönni, és
mondjuk, hogy tisztában legyen egy pár olyan alapkérdéssel. A katonai vezetői képzéssel kapcsolatban érkezett egy kérdés. A kontaktlencsez használata kizáró ok az alkalmassági vizsgálatnál. Elég lehet egy szakorvosi vélemény, hogy a későbbiekben műthető? Hát, ahogy az első kérdés volt, sajnos én erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem, szerintem nem, mert ugye, hogy jelenleg abban az időpillanatban, amikor ő felvételizik, akkor ő szemüveges vagy kontaktlencsét visel, és az, hogy majd később megműthető legyen, az nem hiszem, de bevallom őszintén, egy ilyen egészségügyi kérdésekben én mindig azt szoktuk mondani, hogy javasoljuk, hogy keressék meg, fent van a honlapon az elérhetősége az alkalmassági vizsgálóintézetet, és ott ugye profi szakemberek, orvosok várják a kérdéseket, és biztos vagyok benne, hogy ők kimerítő és nagyon korrekt választ fognak tudni adni. Ismét egy hosszabb üzenet érkezett. A katasztrófavédelem műveleti képzése való jelentkezéskor, ha az emelt szintű érettségivel angol nyelvből rendelkezem, zárójelben emellett középszintű angol nyelvvizsgával is, viszont az emelt érettségi kiváltja a nyelvvizsgát. Így jelentkezéskor csak az egyiket lehet választani, ahogy tudom. A kérdés az lenne, hogy ha az emelt szintű érettségit választom a jelentkezésnél, akkor az kiváltja automatikusan a nyelvvizsga követelményt is? Hát, hogyha emelt szinten leérettségizik angolból, és eléri a kellő eredményt, akkor igen, az egyenértékű egy nyelvvizsga bemeneti követelménnyel is. Tehát elfogadjuk. Aki a külügyi vonalon szeretne elhelyezkedni, és mesterképzést szeretne végezni, melyik képzés lehetne a legideálisabb? Hát, igazság szerint ez attól is függ, hogy mi az ő irányultsága, mert ugye azért a nemzetközi biztonság és védelempolitika képzést is jó szívvel tudom ajánlani neki, mert ugye azért az is egy nagyon jó képzés, azzal is el tud esetlegesen ott helyezkedni, és a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzésünket is jó szívvel tudom ajánlani. A HHK-ra vonatkozóan érkezett egy kérdés, de lehet, hogy az általánosságban is megválaszolható. A nyelvvizsgák, milyen nyelvvizsgák elfogadottak az Origo mellett? Az a lényeg, hogy államilag elismert nyelvvizsga legyen. Itt az, hogy ezt milyen cégnél tette le, ez részletkérdés. Államilag elismert legyen az a nyelvvizsga. Pontszámításnál kötelező-e az emelt érettségi eredményéből részben számítani pontokat? Hát nem kötelező, de mivel bemenetként meg kell néznünk az emeltet, és azért, hogyha ő jól érettségizik, akkor jó, hogyha abból számolunk pontot. Köszönjük szépen. Közben így elfogytak a kérdések, úgyhogy remélem ez azt jelenti, hogy minden szükséges dolgot megválaszoltunk. Még egyszer köszönöm szépen az információkat. Hallhattuk. A nézőknek pedig azt üzem, hogy ha még ezután is maradt akár kérdés, akkor természetesen az egyetemi kollégák, munkatársak ezután is a rendelkezésükre állnak. Köszönöm szépen a közel 2,5 órás figyelmet. Találkozzunk szeptemberben azokkal a hallgatókkal, akik majd felvételt nyernek. Viszontlátásra!